Szevasz, üdvözlök mindenkit ezzel a szép pénteki délutánon. Péntek délután van nálunk, de mivel nézitek ezt a videót, nálatok szombat lesz, mert nálunk is szombat lesz, de többen kérdezitek tőlem, hogy nálunk mindig egy nappal később, nem. A videókat egy nappal előbb veszem fel, tehát a mai videót ugye ma péntek van nálunk, és holnap fogom megosztani szombati napon, de nálunk is szombat lesz. Mi az időben 9 órával előrébb vagyunk. Csak gondoltam, hogy ezt gyorsan az elén megosztom veletek, mert nagyon sokan kérdezitek, hogy nálunk még mindig csak péntek van, amikor nálatok már szombat van. Nem. Na minden. Jelenleg tartunk nem más, mint az automosóba, azt utána megyünk a boltba, ugyanis kell nyomtatni fényképet. Közben csak kiforultam. Ugyanis kell nyomtatni újfajta fényképet. A feleségem akar nyomtatni a Davisről, a Lucasről, meg elküldeni egy pár embernek, hogy na minden. Hogy mennyit nőtt ugye a Davis, meg a Lucas is, ami itt van mellettem. Szervusz. Mi a helyzet? Mi csináltál már egész nap? Csak voltunk a gyermelyen a szobámba. Szokásosat. Ugyanis én nemrég értem hozzá a munkába, hogy éppen csak megzanyoztam, megebédeltem, meg elvágtam magamat, mert itt na minden. Kicsit vérzett, most már annyira nem vérzik, talán elállt. Na. Amúgy az időjárás ilyen felős, látod, mindenfelé, egész héten, komolyan mondom, olyan jó idő volt, nem Lucas? Szépen sütött a nap, ma gondoltam, hogy hazajövök, és kiviszem a Mazdát, hozzámegyek el majd délután valamerre. Ja, nem akarják. Nem. Valaki nem akarja, ugyanis úgy néz, hogy esni fog az első, lehet, hogy már csöpögött is, legalábbis egy-két ilyen csöp van itt az üvegen, látod ott fönt? De én elmegyek most, azért megmosom az autót is, az autó rettentően koszos, piszkos, úgyhogy az eset minden, hogy lemossa. Jelenleg ugye oda tartunk, ahogy mondtam, a forgalom, oda néz. Karácsonyi forgalom, mindenfelé autó, akkora dugók vannak, mindenki megy mindenhova, mindenki meg akar mindent venni. A boltba is, komolyan mondom, annyi ember van. Nem tudom, hogy ti, hogy nálatok milyen ilyenkor a karácsonyi vásárlás, meg a forgalom. Nálatok is ennyi ember megy mindenhova, meg akar mindent vásárolni, vagy ez csak mi nálunk van így. Minden karácsonykor te alig lehet eljutni valahova. Legalábbis el lehet jutni, csak nagyon sokáig tart. Az apa most mosi az autót. Víz van mindenhova. Megmostam az autót szép tiszta. Csak most az a baj, hogy lehet, hogy az est is meg fogja mosni az autót, de legalább tiszta és nem koszos. Na, várjál, indítom. Ablakot töröljük, hogy szép tiszta legyen, hogy meg kell töltem majd az ablakmosó vizemet is, mert azt mondom, hogy kimostam, alig akar bele jönni a víz. Kifogytam az ablakmosó vízbe, alig akar bele jönni a víz. Na, várjál, merre megyünk? Jobbra megyünk. Erre, látod? Oda körbe. Amúgy, amit akartam nektek mondani, a Facebookon megosztottam egy videót, és csináltak velem egy ilyen interjú beszélgetést. És ha gondoljátok, nézzétek meg itt a videó alatt, hogyha nem felejtem el, meg fogom osztani a linket, bár biztos nem fogom elfelejteni. És ha rákattintatok, meg tudjátok nézni, hogy miről beszéltem, milyen érdekes kérdéseket kérdeztek tőle. Na várjál, miért van ennyi pukkanó? Menjek itt kifelé, látod, vissza oda a fő útra. Na, oda néz szépen, szép tiszta lett, nem Lucas, mit gondolsz? Ja. Szép tiszta lett, megmostuk mindenhol, úgyhogy mehetünk, gyere, megvan mindenünk? Neked van. Na, nagyon remélem, megvan nem minden. Nem kell sem. Davis megint gyalogol, nem akar beülni a babakocsiba. Ja, nehogy megfogd az te, az vonóhorog. Amúgy látod, sok autó minden felé, reméljük, hogy lesz. Mit mondasz, mit? Ne hülyeskedjél, gyere. Na, megjöttünk. Ma. Ja, mit kiabálsz? Ma. Ja, ma, ma. Itt van megettünk. Ma. Ja. Ma. Aj. Még mindig nem vettem rövid nadrágot, meg kellene nézni. Hátra találok. De. Azt hiszem, rossz helyre jöttünk. Nem, itt vannak a nadrágok, nézd. Ezek mind úszó nadrágok. Hol vannak a rövid nadrágok? Ott a formán rövid nadrág. Nem, az hosszú nadrág. Itt van. Oda néz. Ennek szerintem nagyon rövid a szára, én azt mondom. Ja, nem, az nem jó. Ezek hosszúak. Na mindegy, akkor menjünk vissza fel, aztán majd megnézzük később. Lucas, oda, mami, elvesztünk. Na, míg várunk, addig körbenézünk. Mit találtál, Lucas? Még egy könyv. Ez egy YouTuber könyv, ez a Zoella-ról. Nagyon jó. Nézd, itt a Guinness World Record, láthatod? 2017-es. Ebben vannak az érdekes emberek. Érdekes. Nézd, két dollár. Lucas, nézd, ezek a könyvek $2. Megtanulhatsz golfozni. Megtanulhatsz, mit csinálni, várjál.
horgászni. Ez volt $4. Hoppá, szörfözni is. Nézd, látod? Ja, látod, az posta, fiók. Itt vagyunk amúgy a postán, ott a posta, itt benn bal oldal, a feleségem bement. Öpp, feladni egy levelet. Nyuszi, le fogsz esni, te! Még addig itt kimaradtunk. Nézzük itt a posta fiókot, látod? Új! Leültünk egyet itt a postánál, te annyian állnak sorba mind a fele. Nyuszi, hova mész? Hova mész? Oda néz, látod, hogy hányan állnak a sorba a postán? Ott a Lukasz a végén. Sorba állt a feleségemnek, még mindig tölti a levelet, a címet. Még itt icekünk, mozorgunk. Hova akarsz menni, Nyuszi? Hova? Akarsz megint sétálni egyet? Nézd, ez van a posta mögött. Át lehet jönni, ha Davis-szel meg kellett nézni, ugyanis ide akart jönni. Na, ezt is láttuk, most visszamehetünk, mi? Visszamehetünk, Nyuszi. De, komolyan mondom, annyi ember van mindenhol, ilyen karácsonyi őrület van. Nézd, itthon itt volt csak háj, ugyanis közben hazaértünk. Menjünk vissza az autóhoz, és csak itt tudtunk megállni, ahol nem lehet megállni. Legalábbis meg lehet állni, de nem többre, mint, várjál, 6 órára, különben elviszik az autódat, minden hétvégén, várjál, szól a telefonom. Mit akartam mondani? Elviszik az autódat, minden hétvégén, legalábbis múlt héten, vagy a múlt hét előtt hétvégén, képzeld el, itt álltam meg, itt volt egy ember ott kint valahol, sötét voltál. Mentem felfelé, és itt nézegett az autókat, leírta a rendszámokat, meg mindent, utána jöttem vissza, képzeld el, és itt állt kint ez az autó, amivel viszik el az autókat, minek hívják azt? Tow trucknak, minek hívják? Autó. Ami elviszi az autót, hogyha rossz helyen. Ja. És reggelre elvitték. Képzeld, a szomszédok az autóját is múltkor elvitték. Most a hétvégén mondta a feleségem, mert múltkor összefutott velük itt a liftbe, és mondták, hogy itt álltak meg, mert nem tudom, hogy miért, mert csak itt volt hely, gondolom, és másnap reggelre nem volt itt az autó. Azt mondták, hogy nem kerül többen, mint, képzeld, $550 azért, hogy visszakapják az autójukat. Ha nem fizetsz $550, akkor nem kapod vissza, hanem megtartják, nem tudom, mit csinálnak vele. Eltörjék. Persze, úgyhogy itt nem állunk meg, csak egy pár órára, hogyha nagyon muszáj, de na mindjárt, közben indulunk. Amúgy ez a parkoló, ez ilyen visitor parkoló, azért van, hogy ha jön hozzánk valaki végül is, azok tudnak itt csak megállni. 6 órára, ugye 6 óránál többet nem, úgy döntöttek, hogy nem lehet nálunk maradni valami oknál fogva, na várja. Itt meg valaki, látod, költözik, vagy be, vagy ki, de szerintem ide költözik. Látod? Ide, ja, mert üres a kamion. Amúgy mi nálunk, itt lehet megállni hosszabb időre, csak az a baj ugye, hogy itt mind a két oldalt, meg ott elől is az összes parkoló foglalt. De, úgyhogy hazafelé nem is tudom, hol fogok tudni megállni. Valószínű, hogy ott kint kell most már. Rettentős, akkor ugye mindig költöznek be, meg itt ez az új épület mi nálunk. Kinyitották, eladták, kibérelték, és annyi autó van mind a fele, csak arra nem gondoltuk, hogy mi van, hogyha valakinek kettő autója van, mert a házban csak egy autó álláson, ahol be tudsz állni, ott államazna. Na mindegy. Úgyhogy megyünk a szüleimhez, aztán vagy az öcsémhez, aztán utána nem tudom, hova valószínűleg szörfözbe szokás szerint egyet császkálunk, vagy valamit. Megérkeztünk ide a szüleimhez, itt álltunk meg, látod itt a parkolóba, ez nem ilyen lenti parkoló, hanem kinti parkoló, csak felett. De, amit akartam nektek mutatni, egy varrógépet. Régen én gyűjtöttem mindenféle kacatot, és ha még mindig gyűjtenék mindenféle kacatot, akkor ezt a varrógépet most hazavinném, úgyis ez egy ilyen régebbi varrógép, nem olyan túl régi, nem olyan túl új. Ide van, valaki itt hagyta, kidobta, nem tudom, mutatom, várjál. Kiszállok. Hol vagy? Gyere, mutatom neked is. Én akarom vinni. Nézd, itt ez a régi varrógép, látod, ez a Singer varrógép. Te, és mit csinálunk vele? Régen ezeket, nem ezeket, mindenféle kacatot szoktam gyűjteni, és vagy el szoktam adni az eBay-en, vagy megtartani, nagyon sok kacatom még van. Ja, itt van reggel óta. De hogy visszük, na gyere menjünk. Gyorsan menjünk vissza, elhagytuk a táskát, Lukasznak a táskáját. Ugyanis itt fog aludni a szüleimnél, ugye most nyári szünet van, és majd csak kedden jön haza, vagy hétfőn? Mikor jössz haza, kedden vagy hétfőn? Hétfőn. Oj, de nehéz az a táska, te. Majd jössz? Ja. Mit pöröksz? Gyere! Jó, na annyi, nyomjuk! Felfelé! Mit? Mindjárt bezár, látod? Ja. Szép lassan zárva. Jaj! Mit raktál ebbe a táskába, te? Oda nézd! Te nem van mit? Egy könyv! De olyan nehéz! Na várjál, megjött a lift oda vissza! Nyomjad! Aztán, amit akartam nektek mondani, ne hülyeskedjek, de nem ezt akartam mondani, azt akartam, a valami ötnek a filmezését el fogjuk kezdeni most a hétvégén vagy jövő hét elején. Ugye múltkor kérdeztem, hogy mit szóltak hozzá, nagyon sokan örültetek neki, egy pár ember mondta, hogy szerintem hülyeség, inkább vlogos videók legyenek.
elkezdjük a valami ötöttel, el fogjuk kezdeni, ilyen rettentően már. Ugye a vlogos videók is megmaradnak heti egy vagy kettő, ugye ahogy mondtam, valószínűleg kettő, lehet, hogy egy, majd meglátjuk, de valami ötöt én alig várom, meg te is, nem? Annyi sok jó ötlet van. Várjunk sok ötlet. Várjunk, megjöttünk. Kitettem a Lukaszt, megközelebb felment ugye egy kicsit a szüleimhez, jelenleg tartok az öcsémhez. Azt, amit akartam mondani a valami ötről, ugye többen, a többség azt mondta valami ötre, hogy addig várjátok ugye, hogy jöjjön meg, ugye elkezdjük filmezni, és volt egy pár ember ugye, aki azt mondta, hogy nem, mert hülyeség lesz. Ebben valami ötben nem hülyeség, lesznek benne hülyeségek is persze, ugye minden korosztálynak szeretek készíteni videókat, de lesznek benne részek fiatal korosztálynak, lesznek benne részek idősebb korosztálynak, tehát fogok beszélni érdekes dolgokról, tehát érdekes törvényekről, például itt gondolkoztam, hogy mik a tengerparti törvényekről, nem tudom, hogy tudtátok-e vagy nem, de a tengerparton vannak nálunk törvények, hogy miket lehet csinálni, meg mit nem, tehát erről is fogok beszélni, érdekes dolgokat is fogunk benne csinálni. Ugye tudom, hogy minden aztán nézi a videóimat, tehát a 10 évesektől egészen az 50 évesekig, és azért próbálok majd a valami ötbe olyan videókat készíteni, hogy mindenki számára érdekes legyen. És persze, ahogy mondtam, ugye megmaradnak a vlogos videók is, csak nem ilyen sűrűséggel, hogy mikor lesz, melyik videó, azt pontosan még nem tudom, de én úgy gondoltam eddig, hogy a valami ötnek az a részei valószínűleg, hogy szombaton lesznek, ugyanis többen mondták, hogy inkább szombaton legyenek, úgyhogy gondolkodtam, hogy lehet, hogy tényleg szombaton kéne azokat megosztani, a vlogos videókat pedig szerdán és vasárnap majd valahogy, majd meglátjuk. Úgyhogy jelenleg megyek az öcsémhez, és megyünk szörfözbe, ha csak nem ered meg az első közben. Látod azt a motel? De, nem tudom, látod-e vagy nem? Az olyan egy lepusztult egy motel, én nem tudom, hogy miért, de ott mindig olyan emberek szoktak kinülni esténként, hogy de, nem tudom. Én arra gondoltam, hogy tudod, mit lehet ott forgatni, egy nagyon jó ilyen horrorfilmet. Nem tudom, hogy miért, de mostanában ilyen horrorfilmes kedvemben vagyok, ugyanis van egy rész, ha valami jött be, amikor majd megint el fogunk menni ilyen elhagyatolt részre, és ma meglátjátok. Szerintem nagyon érdekes rész lesz, ugye múltkor mentünk a temetőbe, most máshol fogunk menni. Megérkeztünk, nem más, mint az öcsém, akit ül mellettem. Nem a tengerparthoz álltunk, ugyanis képzeled, nem volt rettentő, sokan vannak. Én mondtam nektek, hogy karácsonykor karácsony őrület van mindenki, és nem lehet megállni, még itt szörfözbe se. Itt álltunk, hát ilyen kisebb utcába, ott a parti rész az ott van, ott szoktunk megállni, és szörfez meg ott van mögöttünk, ott vannak azok a szép, nagy, magas házak. Ugyan, most sétálunk egyet, és iszunk valamit, aztán megyünk hazafelé. Ott ment a kacsabusz, látta? Te! Vannak lenne egy páron, oda néz. Még fürdenek is ott bent, látod ott a távolba? A zászló még mindig ki van rakva. Látod, ott lehet fürdeni a zászló, két zászló között. Elég párás az ide, onnét meg ahogy nézem, oda néz. Mintha esne az eső arra felé. Valószínű. Úgyhogy még szerencső, hogy nem a mozdával jöttünk. Mert lehet, hogy hazafelé megálltunk valami, az életmentő. Hol az életmentő? Valakivel akar fulladni szerinted? Várjál, ráközelítünk. Összeszedi a zászlót. Ja, zászlót majd összeszedni. Lejárt a munkaidő. Látod, lemegy. Felveszi a zászlóját, meg a szörbeszkáját, aztán elmegy haza, gondolom. Úgyhogy most azok az emberek, akik ott meg akarnak ezután fulladni, senki nem fogja őket kihúzni. Na, megérkezett az életmentő a zászlóhoz. Mindjárt kihúzza a 6.30. Még nincsen 6.30, de már rángatja a zászlót. Azt hiszem, hogy már előbb lelép a munkából. Hozzá is, látod? 7 perc előbb hazamegy, befejezte a munkát. Megy vissza az autóhoz, gondolom. Hova tűnt? Ott az autó. Látod, lerakta az is a deszkáját, vagyis teszi be. Leléptek a munkából, még lefilmeztük őket. Te most lebuktak, hol megy? Ott megy. Nézzél, hogy húzza a zászlóját. Na mindegy, úgyhogy mi most megyünk, aztán veszünk valamit inni. Elindulunk hazafelé, megittük az italunkat, képzeld el, mandarinos italt vettem. Volt arancsos, meg mandarinos, gondoltam, hogy most mandarinossal itok. Amíg kezd besötétteni, látod? 7 óra, mennyi van? Pontosan 7 óra van. Úgyhogy most elmegyünk haza. A videót itt most befejezem, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni attól függ, mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!